A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szép estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. Az elmúlt esztendőben ünnepelhettük a Krajcáros Alapítvány fennállásának 30. évfordulóját. 1993-ról is fogunk beszélni, és az eltelt emberöltönyi időről természetesen együtt, többet jobban, ahogy a felhívásban is szerepel. Vendégem pedig Németh István, a kuratórium elnöke. Tisztelettel köszöntelek. Köszöntöm én is. Annál is inkább, mert hogy ugye a beszélgetésünk egyik apropója, hogy az elmúlt héten a Aranyember díjat vehettetek át, ami azt hiszem, hogy egy nagyon fontos megbecsülés, hiszen nagyon sokat tettetek azért, hogy ezt kiérdemeljétek. Erről kéne beszélnünk, hiszen nagyon-nagyon fontos pillanat volt 1993-ban, amikor a történelmi és a kegyeleti emlékápolás jegyében megalakult ez a csapat, hiszen az alapító okiratban is szerepel, hogy a hadisírgondozás, illetve kulturális programok megvalósítása is a fő profil, és ez makulátlanul megvalósult. Kezdjük az elején. Mi volt az alapvető cél? Hiszen ez egy olyan missziót teljesít be, ez az egyesület, ami azt hiszem alapítvány, ami nagyon-nagyon fontos ebben a felgyorsult világban. Köszönöm a megtisztelő gondolatokat, bevezető gondolatokat. Hát 1993 ugye az az időszak volt, ami mind a civil életben, mind a hadseregben egy elég gazdaságilag nehéz időszak volt. Másrészt pedig közvetlenül a rendszerváltás után voltunk, és ekkor nyílt lehetőség, hogy a hadsereg területén is, meg a polgári életben is létrejöjjenek új civil szervezetek, és ennek a jogszabályi háttere, illetve a gazdasági társadalmi környezet motiválta lehetőségek, korlátok, kereteken belül úgy gondoltuk, hogy mi is létrehozunk egy alapítványt, aminek a mozgástere az alapítókirat szerint is igen széles skálán mozgott. Szociális célok voltak kezdetben a meghatározóak, a hadsereg területén gyerektáborokat rendeztünk, adományoztunk mindenféle technikai eszközöket, akkoriban a kapukon, laktanya kapukon belül még a fénymásoló, meg ilyen rádió, telefon még ritkaság volt, és hát ebben kezdtük az életünket. Aztán, ahogy az élet alakult, az ezredforduló tájékán, jártunk közben is külföldön, és akár a Honvédség Társadalom baráti körével, akár a Fehérvári Nyugdíjas Klubbal találkoztunk határainkon túli katonatemetőkkel. Többek között az Isonzó térségében, Doberdónál, aztán Erdélyben, és a felvidéken. Tehát a Nagy Magyarország területén, a történelmi Magyarország területén, hiszen, de ezen túl is, hiszen az első világháborúhoz kötődően 5 országban 11 köztéri szobor lehetett átadni a segítségeteknek köszönhetően. Azt hiszem, hogy ez egy nagyon nagy lépés, annál is inkább, hiszen az az együttműködés, amit a Honvédség és Társadalom baráti körrel kötöttetek, az kiegészítette ezt, és lehetővé tette, hogy egy szélesebb tárházát mutassátok be a megemlékezéseknek.
Természetesen, és hát az első világháború, mint korszak, fontos időszak az életünkben, de ezen túlmenően jelen voltunk, 1848-49-es időszakban is, tehát például Kazinczy Lajosnak, BEM tábornoknak állítottunk egész alakos szobrot Érsemjénben, Székelykeresztúron, és hát többek közt a Zukanczy katonatemető volt Szlovéniában az első, ahol egy nagyobb lélegzetű 292 fejfával bíró temetőben, monarchiás temetőben, ahol jó részt magyar nevek olvashatók, gyakorlatilag végrehajtottunk egy rekonstrukciót, lecseréltük a fejfákat, új gravírozott névtáblákat helyeztünk el, és hát ez volt az a löket, amikor mind az önkénteseink, mind a partnereink látták, hogy egy intenzívebb munkára vagyunk képesek. Fontos lépés volt, hogy 15 hazai és határon túli civil szervezettel is érdemi munkakapcsolatot alakítottatok ki. Ez miként sikerült? Hát úgy gondolom, hogy a civil szféra sajátja, hogy egy ember nem csinál, nem tud nagy dolgokat csinálni általában, és főleg külföldön, amikor a hadisírgondozáshoz engedélyeket, helybéli partnereket kellett találnunk, akkor ezek nélkülözhetetlenek voltak a munkakapcsolatok és az eredmények oldaláról is. Hát a Doberdónál, San Martino del Carzóban van egy markáns partnerünk, a Felvidéken pedig Homonnán a KVH Beszkidi nevű civil szervezet. Ezek mind foglalkoznak, mind a ketten foglalkoznak hadisírgondozó produktumokkal, vagy kutatással, vagy érdemi fizikai munkákkal. Én úgy gondolom, hogy ezen túlmenően pedig, hát mint már említettük itt Fehérváron, a HTBK volt az, amelyik meghatározó partnerünk volt. Egyrészt közös felületeink vannak a célok tekintetében, az éves munkatervekben is, és hát ezeket egyeztetve voltunk olyan jelentős programoknak a részesei, formálói, mint például a Gyilkostónál elhelyezett Szent István szobor, amit évente sok-sok ezren látogatnak meg, és kapunk is visszaigazolásokat, hogy igen, láttuk, épségben megvan az emlékműszobor. Nem véletlenül van rendkívüli méltósága a hasztéren esett katonák emléknapjának. Ugye november 11-én 11 óra 11 perckor. Én azt hiszem, hogy ez az egyik olyan történet, amit nem szabad elfelejtenünk, és hát leginkább az alapítványnak köszönhetően azért esztendőről esztendőre megemlékezünk erről a napról. November 11-e, 11 óra 11 perc volt az az időpont, amikor az első világháborút lezárták a jogi vonatkozású fegyverszüneti egyezmény Európában, és hát ezt az időpontot jelöltük meg szlovák barátainkkal, partnereinkkel, amikor úgy gondoltuk, hogy nemzetközi léptékben alkalom kínálkozik arra, hogy megemlékezzünk ne csak a saját, hanem a más nemzeteknek a katonáiról is, akik elestek a harctéren. Ez a programsorozat most már 2009-ben indult, úgyhogy most már az idén 15. éve lesz, amikor megtartjuk ezt a rendezvénysorozatot. Hát azért mondom, hogy sorozat, mert
mind az éveken átívelés, országhatárokon átívelésen túlmenően minden esetben sok-sok civil szervezet, magánszemély vesz részt ebben a programban. Általában a kapcsolataink e tekintetben interneten vannak előkészítve, és hát örömmel tudom konstatálni, hogy kicsit most már önjáróvá vált sok helyen ez a programunk, mivel vannak helybéli olyan formációk, akik anélkül, hogy mi emlékeztetnénk őket a csatlakozásukra, önállóan jelzik, hogy igen, az idén is ott leszünk, helyben megszervezzük a programot. Ezek a programok elég változatos nagyságrendűek. Nyilván Fehérvár a bölcsője ennek a kiinduló pontja ennek a programnak, és hát itt általában 11 helyszínen 11 civil szervezet házigazdaként van jelen, és változatosan. Van, ahol csak egy gyertyagyújtás van, van, ahol valamilyen módon egy kis műsort mellékelnek hozzá, például a főtéren, a fekvőkatonánál, akár a Tarsó Egyesület és a Szent István Művelődési Otthon együttműködésében a Gyóni Géza szobornál, vagy a Zicsi-ligetben, a 17-esek emlékművénél. Itt egy-egy katonanóta, versmondás és valamilyen megemlékezés szokott elhangzani a gyertyagyújtáson túlmenően. Nagyon-nagyon jó, hogy van egy olyan kapcsolódó program, illetve volt, 2014-ben indult, amikor több mint 800 alkotással jártátok Európát, amelyek az első világháborúhoz kötődnek. Ez hogy nélkül jött a gondolat, hiszen ezek rendkívüli méltóságot kölcsönöznek, függetlenül attól, hogy festmények, tájképek, itt a lényeg a tartalom, hogy a közkatonák, mint hősök, illetve parancsnokok, helyszínek mind-mind szerepelt ezeken az alkotásokon. 2013 már a felkészülés éve volt a nagyháború centenáriumának, és akkor jártam olyan kiállításon, ahol nagyon sok fotó volt megjelenítve. Itt Fehérváron a Simon M. Veronika lett felkérve, aki örömmel vállalta ennek a listápolását, személyes példamutatással, hogy jelenítsünk meg festmények formájában, portrék formájában olyan jeles személyiségeket, akik részesei voltak ennek a nagyvilág égésnek magyar vonatkozásban. Ez volt a kiinduló pontunk. Ecsettel a békéért, ugye? Ecsettel a békéért címet adtuk ennek a projektnek, és hát ezek a portrék nem csak jeles személyiségekről, hanem közkatona portrék is találhatók benne, többek között a tavaly elhunyt Szakál Tóni bácsi fehérvári festőművész alkotta meg, a 17-es ezred, a 69-es ezred, a kaposvári rossebbakáknak néhány jeles katonáját, aki valamilyen hőstettet vitt végbe a harctéren, és a mai kor számára is fennmaradt a fotójuk, amiről lehetett festményt készíteni. Ezek nagyon fontos dolgok mindenképpen, mint ahogy az is, hogy itt Székesfehérváron, ha csak megnézzük a Márkos Kalv és Ipos Gyula ezredes, a 17-es honvéd gyalogezred parancsnokának emlékét, hogy tehát fontos, hogy ma is emlékezzünk olyan szinten, ami én azt hiszem, hogy 21. század ide vagy oda, de nagyon-nagyon fontos. És ez nektek köszönhető, hiszen ez felbecsülhetetlen értékű munka. Köszönöm a megtisztelő minősítést, de én
hozzá szeretném fűzni, hogy nem vagyunk fehér holló, tehát, mint már szó volt róla, vannak partnereink is, mert csak egyedül ezeket a feladatokat megcsinálni nem lehetséges. Annál is inkább, mert a partnerek között vannak olyanok is, akik valamilyen módon anyagilag, pénzügyileg támogatnak bennünket, mert hát például a Zicsiliget mellett található ugye a volt Tiszti Klub, a közismert nevén Fehérváron, ami a 17-eseknek volt a laktanyája, és ennek az aulájában ott van az egyik önkéntes munkatársunk által készített Márkos Falvi Sípos Gyula ezredes, később tábornok, Fehérvár díszpolgárának az egész alakos szobra. Itt azért kell megállni egy pillanatra, mert ezek a szervezetek, katonai szervezetek, tehát lásd, a legközismertebb ilyen alakulat volt ugye a 17-es ezred Fehérváron, hát ennek gyakorlatilag városunknak a, és a környező településeknek voltak elsősorban a polgárai besorozva, és harcoltak a fronton. Ez egyben azt is jelenti, hogy nagyon sokunknak a dédapja, ükapja volt ezeknek az alakulatoknak az állományában, akikről így két vonatkozásban is illő, hogy számon tartsuk a tetteiket. Egyrészt, mert mint katonák vitathatatlanul helytálltak a harctéren, például volt a Doberdónak olyan időszaka, amikor a magyar nyelv volt a vezényleti nyelv, mert annyi alakulat, magyar alakulat volt ott jelen. A másik, amit említettem, hogy hát a saját családját, minden családnak illik számon tartania. Én úgy gondolom, hogy valamikor a falvakban azt tapasztaltam meg, hogy a házikóknak a tiszta szobájában ott voltak a leszerelt, hazajött, megtért katonáknak az emléklapjai, fotói, és ezek élénken megőrizték a családban az emlékezetükben, hogy az ükapa, dédapa merre járt, hol harcolt, és így átöröklődött a családokba ezek az események vagy emlékek. Aztán később, talán én úgy gondolom, az 50-es évek időszaka volt az, amikor a városiasodás folytán az új lakótelepekre beköltöző családok jó részt otthon hagyták a családi háztartási eszközöket, bútorzatokat, mert nem találták meg a helyét a kisebb lakásban. Ez volt az az időszak, ahol eltűntek a falakról ezek a fotók, korabeli fotók, amik naponta emlékeztették a családot, hogy ő az a mi ükapánk, dédapánk, akiről nem szabad elfeledkezni. Ezt követően pedig hát kellett olyan alkalmakat, eseményeket találni, amiben mi is szerepet vállaltunk, például a festménykiállításoknak a sorozatával, hogy egy-egy helyszínen meg tudjuk mutatni ezeket az alkotásokat, de az alkotások bemutatásán túl igyekszünk mindig valami helybéli, lokális kapcsolódást teremteni, mert szerint, ha találunk a kiállítás megnyitóra olyan helyi történészt, aki el tudja mondani, hogy az adott településen, ahol éppen vagyunk, hogyan is volt érintve az akkori nagy háborúban, világégésben, annál is inkább, mert ugye a mai Magyarország
meg hát a Nagy Magyarország területe sem igazán volt érintve a hadi eseményekben. Talán még a Felvidéken és a Doberdó térség volt az, ahol valódi csata események zajlottak, de az embereknek így eltávolodtak az emlékezetéből ezek az események, és szerencsére úgy gondoljuk, hogy nem is szabad ennek, hogy megismétlődjön, mert az egyik szlogenünk, hogy soha többé háborút. Így van. És nagyon fontos, hogy ennek a munkának köszönhetően, ha csak Közép-Európát nézzük, ugye 26 helyen van már tárgyasult emlékhely, ami egy remek szám, mármint ezt játékosan mondtam, nyilvánvaló, hiszen nem ez a cél, sokkal inkább az, hogy ezt méltósággal bővítsük és emlékezzünk. Hogy működik a forrásgyűjtés egyébként? Ez a legnehezebb kérdés tekintettel, hogy viccesen mindig azt szoktam mondani, hogy utolérhettem már a lottó 5 találat, mert akkor abból könnyen tudnék egy 50-100 millió forintot az alapítvány céljaira fordítani. A vicctől eltekintve, hát valóban úgy van, hogy folyamatos forrás hiánnyal küzdünk, és ez az 50-100 millió forint nagyságrend volna, ami úgy gondolom elégséges lenne arra, hogy a saját lábunkra perspektívikusan tudjunk állni, és hosszabb éveken átívelően tudjunk valódi terveket készíteni. Jelenleg a forrásaink pályázati pénzekből jellemzően teremtődnek meg. Van egy 30 fős létszám magánszemély, akik havi 500-1000-2000 forintos rendszeres adományokkal segítik a munkánkat. És hát van a személyjövedelemadónak is az a bizonyos 1% része, ami szintén egy kicsit fájó pont számunkra, mert hát ott is olyan 35 fő szokott lenni, aki évente a szervezetünknek adományozza ezt a pénzt. Hát úgy vélem, hogy ennek az általunk művelt feladatoknak, küldetésnek egy olyan társadalmasítása volna az egyik feladatunk, amikor valamilyen módon többen gyarapodnának ezek a személyek, akik az 1%-ot a javunkra, pontosabban nem a javunkra, hanem arra a tevékenységre ítélnék oda, aminek a nyomát mi úgy gondolom, hogy mindenkor elég átláthatóan tudjuk megmutatni az érdeklődők számára. No, hát én bízom benne, hogy így lesz. És hát még egyszer itt most a kezemben van az aranyemberdíj. Azt hiszem, hogy jó helyre került. És hát én kívánok a következő időszakra is jó munkát, sok-sok felfedezést, mert azt hiszem, hogy ebben a világban nagyon kevés olyan dolog van, ami a múltat ilyen szinten megbecsüli. A ti munkátoknak köszönhetően azért nem feledhetjük, hogy mi történt elejénkkel, katonákkal, mindazokkal, akik részt vettek a nagy világégésekben, illetve egyéb háborúkban. Én ehhez kívánok jó egészséget, jó munkát minden munkatársadnak, minden önkéntes segítőnek. Köszönöm szépen, hogy megtiszteltél. Mi is köszönjük a lehetőséget. Hát ha még lehet egy óhaj-sóhaj kérésünk, hát a pénzt is kívánjál nekünk. Akkor pénzt is kívánok. Köszönöm szépen. Kedves nézőink, köszönöm megtisztelő figyelmüket. Találkozunk a következő műsorban. Viszontlátásra, minden jót kívánok. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.